Megvan az esélye, hogy elolvassátok a videónak a címét még mielőtt rákattintottatok, és nagyjából tudjátok, hogy miről lesz ma szó. Uh, ja, arról lesz ma szó, hogy szomorú vagyok. Én nagyon szívesen használom az iPhone-t, mert nagyon szeretem a rajta lévő rendszert, és én meg vagyok elégedve ezekkel a telefonokkal, ám bátor. Az idén valószínűleg megjelenésre kerülő mobilokról eddig kapott híresztelések alapján olyan véleményem vagyok, hogy Tudod, mit inkább nem? És ez nem azt jelenti, hogy átmegyek Androidra, ez azt jelenti, hogy szépen fogom most tovább használom ezt a mostani telefonomat, ami most van nálam, mert a basszus kulcs, ez. Ez még mindig mérföldekkel jobb, mint az, amivel most ki akarnak jönni? Légy szíves! Már még itt most nem arra gondolok, hogy gyorsabb lesz, mert igen, gyorsabb lesz. Ez minden évben megtörténik. És nem is arra gondolok, hogy lehet, hogy nagyobb tárhely opció, vagy több memória, vagy tököm nem érdekel. Ami viszont megfog majdnem mindenkit, az az, amikor bejönnek valami olyasmivel, hogy hé hey, emberek, Kaptunk információkat, hogy az Apple az így gyárt mit tudom én milyen alkatrészeket, és azok mondjuk eléggé szarul néznek ki. Vitatkozhatunk azzal, hogy mennyire fontos a kinézet. Egy telefon, ami ilyen drága, már igenis úgy kell, hogy kinézzen, hogy megnyad mind a tíz ujjad. És az én véleményem szerint az iPhone-ok -ok egyelőre úgy néznek ki, hogy megnyelhatjuk mind a tíz ujjunkat, viszont lehetne rajta még mindig egy picit javítani. Például gondolok én itt arra, hogy ugye az iPhone 6 óta a telefonnak a hátulján van egy kis kitüremkedés a kameránál. És én amondó vagyok, hogy ennek a megszüntetésén kéne dolgoznunk. Ugye láthatjuk most egyre több androidos telefonnak a gyártója is ezen ügyködik, és nagyon-nagyon ügyesen megy nekik is. Szóval, kedves Apple, te is nekiállhatnál ennek, mert nem annyira menő ez a kitüremkedés, mint annyira azt gondoljátok. Tökéletesen ezek engem nem zavar, tehát hogy nem arról van szó, hogy én nem tudok élni. Ez nem egy, ez nem egy olyan dolog, aminek ott kell lennie. Ezt ti oda raktátok, mert ott milyen jó, hogy ott van. Ami viszont egy nagyon-nagyon nagyon-nagyon-nagyon félelmetes hír, hogy lehetséges, hogy a következő iPhone-nak egy sokkal böszmébb, otrombább ilyen kamera kitűnemkedése lesz, ami nagyjából úgy fog kinézni, mint a Mate 20 Pro-nak a hátulján. Ú, ezzel csupán egyetlen problémám van. A Mate 20 Pro-nak a hátulja kamera terén szerintem Cseszett undorító. Én teljesen meg tudom érteni persze azokat az embereket, akik azt mondják, hogy nekik az tetszik, mert mindenkinek megvan a joga ahhoz, hogy tetszen neki valami. Én csak szimplán azt mondom, hogy szerintem kegyetlen fosul néz ki ez a telefon hátulról, köszönhetően annak az undorító kamera kiemelkedésnek. És most azt rá akarják rakni egy iPhone-ra, kedves Apple bácsiék, mi lenne, ha nem? Volt egy másik ötlet is egyébként, hogy így a telefonnak a közepén lesz egy kamera, és így mellette a másik kettő, és a középső, középső lencse körül lesz a flash ami meg már megint egy olyan dolog, hogy figyelj, ez kicsit jobban néz ki, de ez meg nagyon nem iPhone. Tehát, hogy mi lenne, ha ezt így nem erőltetnénk, hanem maradnánk a sarki kameránál. Rakhatok oda akár 8 at és engem nem érdekel, csökkentsük a kitüremkedést, ne még többet adjunk hozzá. Vagy mondjuk azt, hogy akkor vastagabb a telefon. Mondjuk azt, hogy az egész telefon nem fél, hanem 8,5 mm vastag. És nem csak, hogy nem lesz kamera de olyan böszmei aksét be tudtok rakni, hogy így csúnya hatyajek. Aztán jöttek el olyan híresztelések, hogy USB-C lesz az új iPhone-on. Aztán meg olyanok, hogy nem, de aztán meg egy olyan, hogy de mégis. Bátran kijelentem, sőt, akár fogadni ismerek abban, hogy nem lesz USB-C ezen az iPhone-on egyik iPhone-os, ami meg fog jelenni idén. Annyira jó lenne, ha adnának egy retkes USB-C, USB-C kábelt, egy gyors töltőbriket a retkes telefonjuk mellé, és akkor úgy lehetne használni az egész Apple felhasználói körödet, hogy van egy laptopod, egy 65 wattos töltővel egyébként, ugye, vagy 85 wattos, attól függ, hogy mekkora laptopod van, bedugod a falba, bedugod a laptopba, tölt olyan kábel egyébként, amit nem csak így, így tudsz megfordítani, hanem még így is meg tudsz fordítani, tehát bárhogy bármibe be lehet dugni. ugyanazt a kábelt kihúzom a laptopból, bedugom a tabletembe, vagy kihúzom a tabletbe, és bedugom az iPhone-omba mennyire böszmenő lenne ez. De nem az Apple úgy gondolt, hogy tudod, mint inkább legyen Lightning kábel, mert az mennyire fán. És ha belegondoltok, igazából szar se fog változni ennél a telefonnál. Már hogy megvan most nekünk ez, a, ez az iPhone 10 es design, tudjátok, amire egy ránéz, és ah, igen, ez, egy, ez, ez, az új iPhone, aminek nincsen home gombja. Most már egy két éve ezzel vagyizunk itt jobbra-balra. Hogyha belegondoltok, akkor ugye volt az X és az XS, amik igazából rohadtul jól néztek ki. Az XS-nek a tetején volt még, meg az alján egy plusz csík, jobb ilyen antenna, szélőr lefedettség miatt, de ennyi a különbség a kettő készülék között egyébként. Tehát ennyi, ennyi különbözteti meg az X-et és az x t egymástól. Most akkor jöhet az, hogy a mint olyan, iPhone XI, vagy tököm tudja, hogy hogy fogják hívni. Ez így hogyan fog kinézni? Egy változtatni fognak rajta valamit? A formája? vagy a képernyő körüli keret esetleg vékonyabb lesz, vagy a hátlapon most akkor ezek a hülye kamera dudorványok, azok másra lesznek. Szerintem ugyanúgy fog kinézni, mint most. Maximum a hátlapi kamerával csinálnak valamit, amit nem szeretnék, de ez valószínűleg meg fog történni. Amit mondanak egyébként néhányan is, annak viszont nem nagyon örülnék, hogyha a nocsot egy picit kisebbre tolnák össze. Mert ugye, mit tudom, én azt mondom, hogy a hangszórót ugye középről hogy ki tudják szedni, hogy fölmenjen a a kijelzőnek és a keretnek a találkozásához, és akkor nem kell a képernyőn lenni az előlapi hangszórónak, ezzel felszabadítva magunknak egy jó kis területet, és akkor össze tudják tolni a szenzorjaikat. Nem, ez nem egy jó megoldás, fúj, fúj, fúj. Ez a méretű cucc, amit van a képernyőnek a tetején, ez direkt egy olyan dolog, amire, ha ránéz, akkor igen, az egy iPhone. Vagy egy pokófon, ki tudja, cseszet ugyanakkor akkor egyébként. Van, aki szerint nagyon csúnya, van, aki lesz szarja. Én a lesz szarja kategóriába vagyok, tudom, hogy van, aki nagyon nem szereti. Viszont, Szerintem annak nem lenne értem, hogy egy kicsit összép tolnák. Továbbra is ott lenne a nocs. Továbbra is kitakarja a tartalmat annak, aki, aki rühelli. És továbbra is le fogja szarni az, aki leszarja, mint például én. Viszont elveszteni ezt az egyediségét, amit, amit, így tart magánál ez a kialakítás. Szerintem a nocs az ugyanaddig legyen ekkora, amekkora most, ameddig nem tudják bepakolni a cuccokat a kijelző mögé. Ki tudja, lehet, hogy még azt is meg fogjuk tudni lépni, amit én tavaly vártam egyébként, hogy a telefonok az aján is van hangszoró, és a telefonok a tetején, nem pedig ugye itt az előlapon. Aztán beszéljünk az XR-ről, szerintem nem fog frissülni, mert mi a tökömre frissítenéd igazából. Legyen egy kicsit olcsóbb, mondjuk most 750 dollár, legyen ugyanez, ami most van benne, csak rakjátok egy picit lejjebb az árát, mondjuk 700 dollárra vagy 650-re. És akkor azok a telefonok, amiket ezzel így párhuzamban adtak ki, mint például a Samsung Galaxy S10e, ami 750 dollár, és akkor ez ilyen XR vetéktársak így harcolnak egymással, akkor azt mondaná az Apple, hogy tudod mit? Ezt egy kicsit olcsóbb adjuk, és akkor az a másik telefon az már is nem egy olyan túlságosan nagy vetétes, hiszen az jóval drágább. Akkora a lépés de nem fogják meglépni, mert hülyék, meg mert kell nekik a pénz. Viszont úgy érzem, hogy még nem vagyok kész ezzel a videóval, ugyanis egy sokkal közeleddi eseményre is szeretnék reflektálni. Most ez pedig nem más, mint az iOS 13, amiben lehet, hogy lesz dark mode. Mint ahogy egyébként már az iOS 10 óta mondjuk, és az Apple sose rakja be a dark módot. Az emberek már nagyon rá vannak kattanva erre, most a tényleg itt lenni, azért csak annyit kell csinálni, hogy pef berakják. Egyiket azt is mondják néhányan, hogy az iOS 13 ez egy nagy redesign lesz, és akkor új ikonokat kapunk meg, és vissza még egy kicsit az élethű cuccok terére. Ami szerintem hülyeség, az iOS jelenlegi rendszere az az alapján működik, hogy a flat designnak nagyon jól rétegelhető elemei vannak. Teljesen újraírni a rendszert, mármint minden animáció tekintetében, meg ilyenek, azért, hogy megint egy kicsit morph legyen, hogy ez a ilyen életszerűen megrajzolt cucc, nem nagyon tartom lehetségesnek. Én tök őszinte eszek, egy kis törőnék neki, mert nagyon szépek voltak régen azok az ikonok. Nem látok rá túl sok lehetőség. Én egy ilyen 5% esélyt látok rá, és 95%-ot arra, hogy rohadtul nem fogják újra dizájnolni. Meg van az esély, hogy egy-két dolog máshogy fog működni, a gestus kontroll biztos marad mindenhol, és ugye alapvetően nem hinném, hogy olyan túl sok minden változni fog. Biztos lesz egy körülbelül 50 olyan dolog, amit ki tudnak majd emelni, hogy ez mennyire jó, és majd mindenki azt fogja rámondani, hogy ja, az egész jó. És hogyha egy a videónak a végén megkérdeznéd, és most tegyük fel, hogy megkérdezed, mert nem nagyon tudom, hogy te most meg akarod a kérdezni, vagy nem szóval, hogy most megválaszolom mindenképpen ezt a dolgot. Milyen iPhone-t szeretnék magamnak? Mi lenne az a tökéletes iPhone, amit ha idén kiadnának, akkor én egy boldog gyermek lennék? A hátlaphoz nyugodtan úgy hozzányúlhatnak, hogy legyen ott egy harmadik kamera, csak ne ilyen böszmerondán lehetőleg. Kérünk egy ilyen széles látószögű lencsét, mert mint ahogyan egyébként már több mint egy éve mondom, az ilyen LG, meg hasonló telefonokon rajta van baromi szép képeket csinál, és a Samsung is rárakta a telefonjára, az is baromi szép képeket csinál, de én szeretném, hogyha az iPhone-nak a képkezelése és szenzorai lennének megcsinálva ezzel a fajentos, nagylátószögű objektívvel. Oké, okay a Samsung nagyon szép képeket csinál, meg szép videókat, de közel nem ugyanolyanokat, mint egy iPhone. És nem mondom azt, hogy ez egyik jobb, mint a másik, nekem jobban tetszenek azok a képek és videók, amik egy iPhone-ra jönnek ki. A Samsung egy picit túl exponál, a Samsung egy picit túl szaturál. Nekem meg az annyira nem tetszik. Ha neked ez tetszik, nem szólok semmit, nekem az annyira nem tetszik. Szóval ezért szeretnék három darab kamerát a hátlapra, lehetőleg az előadati kamerának a felbontását felbúsztolni, még egy picit, mert valamiért nem értem, hogy miért olyan böszmenei ez egy jó minőségű előadati kamerát föl ennek a képernyőnek a tetejére. Lehetőleg nocs nélküli telefon, de ez úgyse fog megtörténni. Egy 120 Hz-es, vagy legalább 90 Hz-es OLED panelt. Aztán egy nagyobb akkumulátort, mert akármennyire is próbálják szépíteni a dolgot, az iOS-nek hiába jobb még mindig az akkumulátor kezelése, mint az Androidnak. Egyszerűen nem lehet versenyezni, ez egy kétszer annyi milliampernyi akkumulátor van azokban a gépekben. Egyszerűen félelmetesen sok már, majdnem azt mondom. Egy iPhone most kijönne 4-5000 mAh-es akkumulátorral, nem, 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 nagyon lehetne elverni szerintem azt a piacon semmire. És akkor visszajövendve a szoftverekhez, én egyetlen egy dolgot szeretnék csak a szoftverként, ami, ami nekem nagyon hiányzik, éjszakai fotómód. Nem úgy, mint a Pixel 3, mert az egy pici túlzásba viszi, akár csak automatikusan is, de néha bekapcsol, amikor sötétbe akarsz fotózni, és amikor fotózol sötétbe, akkor látszanak a dolgok, és nem egy ilyen homályos, szemcsés fost kapsz igazából. Ez úgy mondom, mintha én nekem bármi befolyásom lenne rá. Nincsen, tisztában vagyok, hogy vagy nincsen, csak én is hallatom a hangomat szeretem hallatni a hangomat, meg mert valamiért úgy gondolom, hogy ez így bármit is megváltoztat. Szóval köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, nyomjatok rá egy lájkot, és hogyha nektek lenne valamilyen kívánságotok, kérdéseket, vagy hasonló a következő iPhone-hoz, akkor nyugodtan írjátok le a kommentekbe. Én balás voltam, lehetek jók, és sziasztok!